Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra YouTube csatornámon. Ma egy újabb haul videót hoztam nektek. Már fogom nektek mutatni, hogy milyen csomagok érkeztek hozzám mostanában, mik voltak a postaládámban, amiket együtt fogunk kibontani. Illetve meg fogom nektek azt is mutatni, hogy miket szereztem be magamnak mostanában, és milyen még ilyen utóbb névnapi ajándékokat kaptam a barátnőimtől, rokonaimtól. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok ezekre, akkor tartsatok velem. Vágjunk is akkor bele. Kezdem a könyvekkel, amik itt vannak hozzám legközelebb. Szerintem nagyon régen volt olyan videóm, amiben könyveket mutattam nektek. Az első, ez egy, csak megmutatom érdekességképpen, ezt a kislányomnak vettük 10 perces esti mesék címmel. Hamupipőke, Óza nagyvarázsló, Diótörő, Alice Csodaországban és csupa-csupa ilyen kis klasszikus mesék vannak benne. Most hétvégén volt nálunk itt a fórumban ilyen kuponnapféleség, és a Libri könyvesboltban mindenre 20% kedvezmény volt, úgyhogy ezt ott szereztük be neki. Illetve amit még magamnak szereztem be, erről Insta Story-ban írtam néhány szót, hogy esetleg nem követtek Instagramon, és van kedvetek, Suzy Ari Beauty néven megtaláltok. Szóval ott mutattam be nektek, hogy ezt a könyvet szereztem be. Nemrég a barátnőmmel láttuk a moziban a filmet, a Toxicomat című filmet. Nagyon-nagyon szerettük mind a ketten, és megbeszéltük, az első reakció a film után az volt, hogy oké, most már el kell olvasnunk a könyvet is. Úgyhogy a kupornapok alkalmából sikerült 20% kedvezménnyel beszerezni a könyvet. A másik, amit pedig kaptam, ugyanettől a barátnőmtől, akivel a moziban is voltam, ez a Paula Hawkinsnak a legújabb könyve, ez a Lassan izzó tűz című könyv. Ugye ő a Lánya vonaton írónője, illetve volt egy másik könyve is, a Víz mélyén, azt hiszem az volt a címe. Imádtam mind a két könyvet, és ezt még ilyen névnapi ajándék gyanánt kaptam tőle, nagyon-nagyon örültem neki, és egyébként már el is kezdtem olvasni, egy pár nap alatt már majdnem a felénél járok, teljesen olvastatja magát. Néhány izgalmas dolog, amit kaptam a névnapomra, és az előző videóban még nem volt lehetőségem bemutatni. Ez a csodaszép Catrice Pro paletta, ami a Lavender Breeze nevet kapta. 14 színű szemhéjfesték van benne, és egy tükör. A lilát és ezt a barnát, illetve a matt vaníliát már próbáltam. Csodaszép színek, nagyon jól építhetőek, úgyhogy tervezek egy smink videót, amiben ezeket a szépséges színeket fogom használni. Egyébként fényes és matt színek is vannak benne, illetve kifejezetten metálfényű, brutál, intenzív színeket is találunk. Legvilágosabbtól a legsötétebbig. Már nagyon rég nem volt Catrice szemhéjfesték palettám szerintem, és nagyon izgatott voltam, hogy hogyan fog működni. Azt kell mondjam, hogy eddig nagyon elégedett vagyok vele. Kíváncsi vagyok, hogyha majd ezeket a brutálabb színeket kipróbálom, hogyan fognak működni. És még néhány Revlon termék, ugyanis az unokatestvérem fodrász, és ezzel a márkával dolgozik, és meglepett most engem egy hajhabbal, egy közepes erősségű styling habbal. Van itt egy közepes erősségű hajlak, már nagyon izgatott vagyok, hogy kipróbáljam, és tök jó ez a travel size, hogyha bárhova utazunk, akkor fele annyi helyet foglal el, mint egy nagy tubusos hajlak. Ez pedig nagyon érdekes, nem tudtam, hogy a Revlonnak van kézkréme is. Finom kis enyhe illata van. Picit olyan virágos illatnak mondanám, vegán formula, minden bőrtípusra használható. Ezt pedig a kislányom kapta, csak gyorsan megmutatom nektek, hogy ez mennyire cuki. Princess Look, ez egy kifésülő balzsam, amit rá kell fújkálni a hajára hajmosás után. Ezt éppen most hétvégén próbáltuk ki hajmosás után, és hát nagyon tetszett neki, hogy az ő hajára is fújhatunk ilyen terméket. Természetesen kifejezetten gyerekeknek való, szóval ez egy nagyon jó ötlet. Még néhány dolog, mielőtt az unboxingba belevágunk, a Zarában jártunk a napokban, ugyanis szeretem volna magamnak egy farmert, egy hosszú, klasszikus, szűkszárú farmert, ami magas derekú, és ilyen pont ilyen sötétkék színű, de nincs rajta semmi szaggatás, semmi, úgyhogy kinéztem a honlapon, és szerencsére a boltban rá is akadtam. Ez 34-es méretű, nagyon magas derekú farmer, amit én nagyon szeretek, mert a legtöbb pólót így bele szoktam gyűrni, és kibudjantom belőle. Tényleg a legegyszerűbb fazon, zsebes elől, hátul, szűkszárú, a legjobban variálható alapdarab. Ez az egyik beszerzés, és hát ha Zarában járunk, nem hagyhatjuk ki a gyerekosztályt sem. Ott pedig a kislányomnak szereztük be ezt az együttest, amihez van egy ilyen minis oversize fekete-fehér pulcsi, és ehhez egy fekete kis alsó leggings.
és hát hátul van rajta egy zseb is, ami rendkívül fontos, csupa fontos dolgokat tud majd beletenni. Úgyhogy ő pedig ezt a kis szettet kapta, csak gondoltam, megmutatom nektek. És akkor menjünk tovább az unboxing részével. Először az SkinSmart-tól rendelt arcszérumaimat fogom kibontani, most veletek együtt, illetve várok még egy csomagot, amit pedig a Notino-tól rendeltem. Gondoltam, hogyha esetleg befut időközben, akkor azt is meg fogom nektek mutatni. Szóval ezt a SkinSmart oldaláról rendeltem, már legutóbb is onnan rendeltem tőlük a The Ordinary márkától a szérumaimat. Ezúttal is hármat választottam magamnak. Itt van mind a három szérum, és itt van benne a... Jó, de cuki, köszönjük a vásárlást! Nagyon cuki kis nyuszikás kártyát adtak hozzá. Itt van a használati utasítás, ami már a legutóbbi rendelésemhez is volt. Itt az Ordinary márkának és a NIOD márkának az összes terméke fel van sorolva, hogy melyiket hogy kell használni. Ez pedig egész egyszerűen a számla. Az egyik, amit rendeltem, ez a hialuronsav, amit már használtam korábban is tőlük. Amikor elfogyott, akkor a Catrice hialuronsavát vettem meg, az 1,5%-os, ez viszont 2%-os. Korábbi videómban említettem nektek, hogy olyan nagy különbséget nem veszek észre a két termék hatása között, de egyébként most így hosszú távon használva a Catrice-t, és leállva ugye az Ordinary-vel, miután elfogyott, látok különbséget. Illetve szerintem a legnagyobb változást a retinol hiány okozta, de mindjárt el fogom nektek mondani. Csak ezt azt akarom nektek megmutatni, hogy ez a hialuronsav, ez 2690 forintba. Ez jobban nem is érkezhetett volna. Szóval visszatérve a hialuronsavra, szerintem ez tök jó árban van ez a termék, és én nagyon elégedett voltam már az előző használat után is vele. Pipettás kiszerelés, sűrű állagú, már-már ilyen nyúlós, nyálkásnak mondanám. Körülbelül 2 csepet szoktam felvinni belőle az arcomra reggel, és 2 este. A másik, amit rendeltem, ez a retinol, amit már az előbb említettem nektek, hogy elhasználtam, és nem vettem újra, körülbelül egy hónapig nem használtam, és nagyon látványos volt a bőröm állapotának a visszaesése, úgyhogy gyorsan beszereztem belőle egy utánpótlást. Annyi különbség jelent, hogy korábban egy 0,2%-os retinolt használtam, és most átváltottam a 0,5%-osra, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez mit fog tudni. Ó, ennek a színe is más, ilyen sárga, olaj alapú, azt hiszem ez a szérum. Kíváncsi leszek, hogy hogyan fog működni. Ezeknek nincsen igazából semmilyen illata. A retinol 2289 forintba került, tehát az is szuper jó árban volt. Ez pedig egy számomra újdonság, ez a Lactic Acid 10%-os plusz HA nevű termék, ami egy hámlasztó gél, szerintem gél, hát ilyen folyadék igazából, ami testénként kell felvinni az arcunkra. Én eleinte hetente olyan 1-2 alkalommal terveztem használni, míg hozzászokik a bőröm, és ez nagyon szépen láthatatlanul hámlasztja az arcbőrt. Kíváncsi leszek, hogy hogyan fog működni. Ez egy egészen gyenge verziója itt a hámlasztóknak, amit a SkinSmart oldalán lehet kapni. 2690 forintba került, úgyhogy várom szeretettel a pozitív hatásait a szérumoknak. Akkor gyorsan kibontom a Notino-s csomagomat, a Clinique szemkrémem van benne. Úgy döntöttem, hogy visszatérek hozzá, mindig ilyen atombomba biztosan vannak becsomagolva, amit küldenek. Egyébként lehet még rá ilyen csomagbiztosítást is kérni, de én azt nem szoktam. Szóval ez a Clinique All About Eyes puftis szemekre való szemkrém, minden bőrtípusra használható, és van ebből egy rich verzió is, ez az klasszikus, ez egy nagyon sűrű krém, ez egy picikével könnyebb textúra, mind a kettőt használtam már, és egyébként mind a kettő ugyanolyan jól teszi a dolgát, ugyanis azt vettem észre, hogy miután leálltam ennek a használatával, sokkal-sokkal karikásabbak reggel a szemeim, tehát amikor használom, nem veszem észre a hatását, de amikor leállok a használatával, akkor egyből látom, hogy milyen visszaesés következik, be, hogyha nem használom mondjuk ezt a szemkrémet, vagy nem használom a retinolt minden este. Nagyon-nagyon kijöttek az ilyen apró kis mimikai ráncok az arcomon.
úgyhogy gondoltam, gyorsan beszerzek ebből egy utánpótlást, és a Notino-n még szállítással együtt is jobb árban van, mint egyébként mondjuk a Douglasba, ha bemegyek. Azt hiszem, szállítással együtt fizettem most 11 000 forintot érte, úgyhogy a bőrápolási készletem az feltankolva, és akkor menjünk tovább az utolsó nagy csomaggal, amit pedig a Nurakora webáruháztól kaptam. Ebben ruhák, cipő van, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok már. Szóval itt vannak benne a ruhák, cipő, amit választottam magamnak. Már azt hiszem a második együttműködésem velük, úgyhogy nagyon izgatottan várom, hogy milyen lesz ez a mostani csomag. Az előző unboxing videót, ha láttátok, akkor ott a rövid nadrággal nem igazán voltam elégedett. De kezdjük is most ezzel a cipővel, mert ez a legizgalmasabb számomra. Szóval ez egy bakancs, amit választottam magamnak. Mégpedig ebből az én úgy hívom, hogy traktortartó fajtából. Ez a... nagyon jó. Nem bélelt, viszont nagyon vastag talpa van, tehát a talpam biztos nem fog fázni benne. Ami nagyon tetszett rajta, ez a kis, nem is tudom, ilyen kis táskácska itt az oldalán. Ez a Prada csizmájának a úgymond dupja. Cipzáros egyébként, viszont úgy látom, ahhoz, hogy be tudjam cipzározni, ki kell kötni ezt a kis pisztolytáskát itt az oldalán, ami szerintem egy kicsit macerássá teszi a dolgot. Minden esetre fel fogom próbálni, és meglátjuk felvéve milyen. Tavaly a Shein-től rendeltem egy ehhez hasonló fazont, ilyen kis pisztolytáska nélkül. Azt is nagyon szerettem, bár azt gondoltam, hogy soha nem fogom én azt felvenni, mert annyira vastag, brutál talpa volt, és mégis a kedvenc darabom már vált, egész télen le nem szakadt róla. Úgyhogy remélem, hogy ezzel is hasonlóképpen lesz. Ebből 38-asat rendeltem. Gondoltam, ha egy vastag zoknit belehúzok, akkor nem árt, hogyha egy picit nagyobb lesz. Ó, a másik, ami nagyon-nagyon izgalmas, ez egy zakó. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen élőben, mert a képen, ó, de szép, nagyon-nagyon megtetszett. Ez jó! Arany gombok vannak rajta, és a gombok is nagyon szépek, bár azt nem értem, hogy miért mindig ilyen lötyögősre varják ezeket a gombokat, hogy minél könnyebb legyen elhagyni. Általában azzal szoktam kezdeni, hogy ezt megerősítem. Szóval ilyen gombos. A zsebe az csak ilyen dísz igazából. Galléros, az ujján is van 1-2-3 gombocska mindkét oldalt. Karcsúsított fazon. Azt hiszem ez SS méret. Nagyon kis csinosnak tűnik. Tényleg nagyon szeretem az ilyen hosszított zakókat, mondjuk egy fekete leggingszel, akár egy ilyen csizmával is bakancsal fölvenni, vagy ha jobb idő van, egy sportcipővel, leggingszel, fekete pólóval. És jó anyaga van, ez tetszik. Nem túl vékony, nem túl vastag. Pont jó. Még egy farmer. Szerintem ez most hasonlít a képen lévő farmerre, de meg fogom nektek itt mutatni oldalt, hogy a képen hogyan nézett ki. Ez egy merőben szokatlan választás tőlem, ugyanis, ahogy említettem a Zarás farmernél is, 10-ből 10-szer szűk szárú, magas derekú farmerokat választok, mert valamiért azt gondolom, hogy nekem csak az jár jól. De ez annyira megtetszett a modellen, hogy gondoltam, kipróbálom. Ez egy magas derekú, de hát igen, ilyen egyenes szárúnak mondanám inkább, egy nagyon picit szűkülő szárú. Ó, és ezt nem is tudtam, itt két varrás van az alján. Gondoltam, hogy vagy felgyűrve, vagy pedig így lehajtva, attól függ majd felpróbálom, milyen hosszú lesz. Akár sportcipővel, akár egy magas sarkúval, még akár jól is állhat, nem tudom, tényleg kíváncsi lesznek rá, természetesen felpróbálok minden ruhadarabot, és megmutatom nektek. És még két pulcsi van itt, már így az őszi szezonra betárazva, mert most elég sok ilyen kötött pulcsit, amik már régiek voltak, már nem szerettem, vagy nem tetszett a fazonja, azokat kiselejteztem. Ez az egyik, van benne itt egy kis papír, nagyon-nagyon jó színe van. Ebből többféle színvariáció volt nekem, erre a rózsaszínesre esett a választásom, és jó, jó anyaga van. Kis súlyos, nem szúrós, jó kis puha, SS méretet választottam belőle. Ez egy egész oversize darab, ahogy látjátok, viszont én nagyon szeretem az ilyet kibudjantani a farmerből, és akkor felül nagyobbnak, alul pedig keskenyebbnek tűnök, ami nekem egész előnyös. Ó, a másik pedig
Ja, igen, ez a fehér kulcsi. Ú, de szép. Ez nagyon jó. Ez is egy V-nyakú. Picit azt gondoltam, hogy nagyobb lesz a V kivágása, és akkor így fél oldalra le lehet majd tolni. Meglátjuk felvéve ez mennyire működik az én elméletem. Nagyon szép kis lyukacsos anyagú ez a ilyen picit átlátszósa. Nádlis ujja van. Hátul teljesen egyszerű. Kicsit hosszabb fazon ez is, ami alkalmassá teszi arra, hogy ahogy mondtam, kibudjantsam a farmerből. Szerintem tutira ebből is SS méretet rendeltem. De ebben nincsen semmi címke. Igen, fehér SS. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok bármelyik ruhára, alul az infoboxban meg fogjátok találni. Van egy kedvezmény a jogosító kuponkódom is, azt is alul az infoboxban be fogom nektek írni, ha esetleg van kedvetek, böngésztetek az oldalukon. Én igazából most nagyon elégedett vagyok az összes dologgal, amit rendeltem. Szerintem tök jó minőségűek legalábbis ezek a dolgok, amiket én most rendeltem. És igazából én ennyi lettem volna mára szerintem. Mindent megmutattam nektek, hogy miket szereztem be, vagy miket kaptam mostanában. Ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!